fontos eleme volt a beszélgetéseknek is, meg a mérkőzésnek is egy fontos pillanata, amikor a 36. percben Bacsa passzából Tisza volt eredményes, és kétségkívül ez a gól ébresztette fel talán a debrecenieket, akik itt a képek tanúsága szerint még szemmel láthatóan aludtak. Így van, egyértelműen ez volt az a momentum, ami megváltoztatta a hazaiak játékát. Hát ez ugye a 36. percben történt, ha jól emlékszem, hát elég sokáig szunyáltak, de innentől kezdve teljesen megváltozott minden. Ez a 39. perc, Koulibaly, Cvitkovics és a visszatérő ballal gólt szerez. Igen, erre szoktuk mondani azt, hogy tessék, hát ilyen egyszerű játék ez a futball. Jó labda átvétel után egy tökéletesen végrehajtott lövés, és a kapus tehetetlen. Az első félidő utolsó negyed órája már eseménydús, és nyugodtan mondhatjuk, hogy élvezetes volt, de aztán a második félidő vastagon felülmúlta még ezt a negyed órát is, hiszen sorjáztak a jobbnál jobb és izgalmasabbnál izgalmasabb események. Ez az 52. perc, amikor Fernando indításával Bacsa lép meg, nem tudja már centerezni a labdát. Igen, szépen kiszorították, de egyébként nagyon szép akció volt, mint ahogy ez is. Ebből már gólt kellett volna fejelni, de azért itt a Diós Gyuri védő egy picit megtolta Lukászt, így aztán nem tudta befejelni. Bernát beadása után bólintott a brazil játékos, és utána nyomban jön az ellencsapás, Jeff Silva passza és Tisza gól helyzete. Nem volt lesen, nem lőtte el egyből, ez a lövőcsel még jó, viszont itt sem lő, és aztán tulajdonképpen elcselezi a helyzetet Tisza Tibor. Igen, hát ez egyértelmű gólhelyzet volt. Tisza annál, hát hogy mondjam, tapasztaltabb játékos, mint hogy ilyen hibát elkövessen, és aztán hát nem lett belőle semmi, pedig egy-egyes állásnál nagyon fontos lett volna. És akkor abból jött a két lassítás egymás után, előbb a debreceni lehetőség, látható, hogy Takács egy kicsit megtolja a Lukászt, ez pedig Tisza helyzete a túloldalon. Nagyon szép a visszacsel, csak sem értelme. Ez az 54. perc eseménysora volt, láthatják az órát, ez meg az 55. perc, tehát nem unatkoztunk. Itt Bacsa és Simac csap össze, szegény Simac négy kézláb közlekedik, de itt sem éri utol a labdát, viszont nagyon jól helyezkedik Korhut középen. Igen, nagyon nagy mentés volt, hát és mindenképpen dicséret illeti Bacsát, aki igen ügyesen mozgott. És aztán az ellencsapás, Koulibaly Sidibe, Igor Gál mellett simán befordul és az alsó sarokba lövi a labdát, ezzel lett 2-1 a Debrecennek. Igen, most egyik oldalról meg kell dicsérni Sidibét, mert valóban nagyszerűen fedezte a labdát, befordul, a másik oldal pedig azt kell mondani, hogy védő ilyet nem csinált, ez ki van zárva, hogy így beforduljon a játékos. Itt Gál eléggé, hogy úgy mondjam, gyermeteg módon állt a dologhoz. 57. perc, tulajdonképpen percenként egy gólhelyzet, vagy éppen egy gól. Kulcsár jár az alafonalnál, Dombit keresi ezzel a labdával, de Gohér nagyon nagyot ment közben. Nem sokon múlott, hogy Dombi Tibi gólt szerezzen. Itt már szanaszét volt a Diós Győr, és ez már olyan periódus volt, amikor igazi örömfutballt játszott a csapat. Látszott rajtuk, hogy élvezik a játékot. Hát ez egy gyönyörű fejes, mert az ismétlésnél látjuk, hogy Szűcs, ahogy fölmegy, és derékból keményen megfelelő, gyönyörű szép. Cvitkovics szögletét bólintotta a kapuba, a csereként beállt védő, picit Bacsa maradt le róla. Parádés fejes, az nagyon szép. Szóval ezzel alakult 3-1-re az eredmény a 61. percben, aztán a 63. percben következett egy gyönyörű jelenet, amiből nem lett gól, de azért megmutatjuk. Itt kapja a labdát Fernando a felezővonaltól néhány méterre, felnéz, és lehet, hogy be is fért volna ez a lécsel, nem biztos, Verpecnek azonban jobb volt hozzányúlnia. Igen, minden esetre ez mutatja, hogy egy gondolkodó játékosról van szó, aki lát és él a pályán. Mert ez az, észre kellett venni, hogy Verpec kívül volt a kapuból és odarúgta. Itt egy leshelyzet Cvitkovics lövése után. Igen, de egy jó szabadrúgás előtte Ambrusicsot dolgoztatta meg Cvitkovics. Igen, pont a kapus előtt pattanna meg a labda. Nézzük meg, ahogy utolsó pillanatban még hozzá tudott érni. Itt összeütközik, vagy elrántja egymást két Diós Győri, Csirszky és Takács. Elhozzák a labdát a debreceniek. Aztán Koulibaly kapja a bal oldalon. Ő pedig túljut Vágin. Sarokkal juttatja középre a labdát, amely utána bekerül a flipperben a szorzóba.
és végül Kulcsárnál köt ki majd a kapuban. Igen, hát ez érdekes találat volt, mindenesetre szép megoldás Kulcsártól. Hát itt ez a sarkalás után senki nem tudta, hogy hol a labda. Ez egy nagyon szép mozdulat, amiből végül is ez a gólt született. Nagy pekje volt egyébként abban a tekintetben a Diózsérnek, hogy Vágiról pont visszapattant a labda, de gyönyörű volt Kulcsár megoldása. A 77. perc, Kulcsár robog a kapu felé, és aztán befelé cselez, majd Dombit találja meg, aki nem találja el a kaput, de ez egy komoly lehetőség volt. Igen, ez egy könnyedén gólt szerezhetett volna Dombi. Ha nem akar nagy gólt rúgni, hanem csak simán elpasszolja, akkor ő is feliratkozhatott volna. Viszont Bacsának sikerül Gohér szenzációs keresztlabdája a 79. percben, Gosztonyi jól veszi át, és Bacsa középen, aki bepopozza a centerezést. Igen, itt elsősorban ezt a keresztlabdát kell kiemelni, parádés. Pontos, Gosztonyi jól kezeli le, hát itt azért Vertec, hát nem tudom, mit akar csinálni, lehet, hogy meleg a labda, vagy fogalmam sincs, de ez egyértelmű kapusiba. Jó helyre rúgta egyébként Gosztonyi, nem? Nagyon jó, de kivetődik rá, csak ő inkább elvetődik, nem rávetődik a labdára. Tehát ő nem a labdát akarta megfogni, hanem azt, hogy elmegy a labda, és majd valaki, aki rárúgja, abból vissza vetődik. Egy hatalmas helyzet a 82. percben Bernát gyönyörű szólója után. Kulcsár teszi középre a labdát, és Kulibali hagyja ki az ígyszert. Igen, hát ez már az igazi örömfutballnak a véglet, végső kifejezése volt, amikor Kulibali már parádézni akart, nem sokon múlott. Aztán egy Kulibali, Szidibe, Kulcsár, és a végén Andrusics. Igen, itt is nagyszerű az a labda, amit Kulibali ad Szidibe, földgyorsít, és jó a visszapassz is, és hát ez egy nagyon-nagyon védett a kapus. Az a 86. perc, Dombi teszi középre a labdát, a védők tulajdonképpen úgy helyezkednek, hogy bármelyik csatár befejelhette volna, hogyha pontos a labda, már pedig pontos volt Szidibének. Igen, hát ilyenkor szoktam azt mondani, hogy csak nem tapsoltak a védők, mert ha nem ők kapják, akkor valószínűleg nem tetszik nekik. Szidibe második góljával 5-2 lett, és aztán a 91. percben még rúghatott volna egy gólt, vagy kaphatott volna egy 11-est a Diósgyőr. Jeff Silva centerezése után Bacsával szemben Varga szabálytalan, ez a lassításból derült ki, ezért maradt ki a lehetőség. Igen, ez 11-es egyértelműen.